A részletek összeesküvése, a részleteké állapította meg minden különösebb indulat nélkül, s magát, mint egy elhatárolván saját ügyetlenségétől Eszter György, amikor életének eme sorsdöntő estéjén az elbarikádozás nehéz műveletének befejezéséhez közeledve már vagy 20-szor vert a kezére a kalapáccsal. Sajgó ujját szorongatva végig tekintett az ablakokra felszerelt lécek és deszkák káoszán. És mivel a hozzá nem értésnek ezen a siralmas művén már nem segíthetett, minden további, fájdalmasan kínos tapasztalatot elkerülendő elhatározta, hogyha szégyen szemre hosszú évtizedeken át ezt nem tette meg, legalább annak, miképpen is kell helyesen beverni egy szöget, most feltétlenül a végére jár. A tüzelésre szánt fahulladékból, amit a hazatérését követő pár perces pihenő után ő maga hordott be az udvarról a könyvespolcok közé, kiválasztott hát egy nagyjából megfelelőt. És még erősen fontolgatta, nem szorul-e valami apróbb helyesbítésre, ami az értelmes jelenlét fölöslegességéről támadt, minden régebbit elsöprő, és hozzávetőleg 3 órával ezelőtt a kapuhajban elrendeződő gondolatmenetében, érzése szerint akár forradalminak is nevezhető, odaillesztette azt, az utolsónak maradt ablakon egymás hegyén hátán álló lécek és deszkák alá. Ám mikor a hibátlan találat reményében, az elszántságtól az ajkát harapdálva, ismét fölemelte a kalapácsot, le is eresztette nyomban. Mert belátta, ahhoz, hogy az ütés ereje és iránya végre tényleg pontos legyen, a puszta szándék azért mégiscsak kevés. Azt az ívet kell uralni, amit a szerszám a szög fejéig bejár, döntött rövid töprengés után. És még visszakanyarodván az apróbb helyesbítés gondolatához, sebesült bal kezének teljes erejével, az ablakkerethez szorította a deszkát, jobbjával vakmerőn odacsapott. Ezúttal nem lett nagyobb baj a dologból, sőt, még a szög is beljebb ment valamivel. Arról az imént észszerűnek tetsző ötletről azonban, hogy amúgy is elelkalandozó figyelmét a hátralévőkben, erre az úgynevezett ívre koncentrálni, valóban célra vezető volna, úgy vélte, jobb, ha letesz. A kalapács ugyanis a kezében egyre bizonytalanabb, az újabb kísérletek eredménye pedig ettől csak még kiszámíthatatlanabb lett. Így azután már a 3. próbálkozásnál be kellett vallja. Az, hogy egymás után 3-szor is nem suhintott mellé, korántsem szellemi erőfeszítésének, hanem egyes egyedül a véletlen szerencsének köszönhető. Vagy ahogy magában megfogalmazta az ujjaim szisztematikus tönkreverésében most szünetet elrendelő kegyelemnek. Hiszen a kudarcból világossá vált, hogyha a szerszám mozgásának kizárólag a megkívánt pályájára ügyel, ezzel épp ezt a megkívánt pályát hibázza mindig el. Mert uralkodni a kalapács útja fölött nem jelent egyebet, mint belerévedni valamibe, ami még nincsen. Mint megszabni valamit, ami csak lesz. Eképpen tehát példaszerűen és újból elkövetni azt a baklövést, amire a nem, hosszú évek ostoba tévejgése után, hazafelé tartó útjának utolsó méterein benne megszületett. És ez volt a pillanat, amikor valami azt súgta, hogyha a kérdésre nagyobb erőket áldoz, határozottan jót teszi. Nagyobb erőket, mondta magának. És mit sem sejtve még arról, hogy eltávolodás a közeledés, az egész lényét fogvatartó apróbb dilemmától, miszerint az értelmes jelenlét teljes hiánya, hogyhogy nem zárja ki a gyakorlati észszerűséget, mint egy elkanyarodott a kézzel fogható felé. Úgy ítélte, az ívre koncentráló elképzelést nem kell teljes egészében elvetnie, mivel a bal siker oka, rögzítette most, nem tartalmi, hanem vitathatatlanul módszerbéli tévedés. Ezért tekintetét, a kezében türelmetlenül bólogató kalapács és a szögfeje közt ide-oda járatva, először azt vizsgálta meg, vajon van-e olyan pontja ennek a keresett ívnek, amire összpontosítva a művelet csak ugyan irányítható. Hogy ezután, hisz rögtön 2 pontot is felfedezett, más ne is maradjon hátra, mint eldönteni. A 2 közül akkor melyikre bízza magát.
A szög a fában mozdulatlan. A kalapács helyzete viszont változó. Tűnődött mennyezetet pásztázott szemmel. És a tűnődésből kézenfekvőnek látszott a következtetés, hogy ezek szerint figyelnie, nyilván erre az utóbbira kell. De amikor világos okfejtése értelmében, szemével a szerszám fokát követve, ismét megpróbálkozott, savanyú ábrázattal vette tudomásul, hogyha a kalapács biztosabban is áll már a markában, a szöget ezen a módon, jó esetben, csak minden tizedikre találja el. Az számít, helyesbített ekkor, hogy hová szeretnék vele csapni, hogy mit akarok beverni, kapott az ötleten, az fontos egyedül. És mint aki azonnal tudja, végre a helyes nyomra lelt, tekintetét a célba szinte belefúrta, és maga biztosan újabb ütésre emelte a kezét. A találat pontos volt, sőt, ennél pontosabban nem is lehetett. És hogy a célra vezető mozdulat fölötti uralom bizonyossága felől, ne legyen kétségesen, még a járulékos fogások eddig hiányzó rendje is valahogy kialakult egyszerűen. Rájött, hogy a szerszámot rosszul tartotta ez idáig, hisz így a nyél végénél fogva sokkal kényelmes. Majd fölismerte, mekkora erőt igényel egy ütés, és mi az a távolság, ahonnan lendíteni érdemes. Hogy végezetül e termékeny pillanat lendületében még föltönjön neki, ha alulról hüvelykével megtámasztja, és a szögelni valót a kerethez így módon illeszti fel, egész testével rádülnie igazán felesleges. Mozdulat és fogás eképpen szabályozta hát önmagát. Nem csoda, hogy ezek után a két utolsó deszka szélsebesen a helyére került. És mikor később teljesítményét szemügyre venni körbesétálta a házat, és a tompa lámpafényben úszó folyosóra visszatért, sajnálattal vette tudomásul, hogy éppen akkor, midőn a megoldás friss örömét már élvezni tudná, munkája az ablakoknál véget is ért. Pedig igazán szívesen elszögelgetett volna még. Mert tényleg a megoldás friss örömet töltötte el. A megoldásé, mely hosszú órák ügyetlenkedése után ív, szögfej, kalapácsfok útvesztőjéből, ha szinte az utolsó percben, de mégis kivezette. Meg körútja végetáján a hirtelen ráébredésé, hogy ugyanis a mód, amivel is, aminek ellenére, eme igencsak elemi művelet aprócska rejtélyének megfejtéséig eljutott, milyen kivételes, zavarba ejtő értelemben igazította helyre, amit abban a pillanatban, hogy megrendítő kirándulásából újjászületve átlépte házának küszöbét, a gondolkodás elhanyagolható szerepéről forradalmi mód megfogalmazott. Hirtelen ráébredés volt csak ugyan, de amint az lenni szokott, nem minden előzmény nélkül való. Hiszen először, midőn körbejárni elindult volna, erőfeszítésének a szembetűnő nevetségességét érzékelte csak. Ahogy tudnodik, balját a további ütlegektől megóvandó, az ész mázsás nehézkességével ennek a picike feladatnak nekirontott. Mert rögtön ezután azt is, hogyha nekirontott, hát éles látásának metsző erejével bizony hiába rontott neki. Vagy legalábbis, hogy minden nevetségességével, sőt, azzal együtt csak igazán, a szerszám használat korábbi rejtelmeinél, mintha volna itt egy homályosabb bonyolultság is. Annak mikéntje, ami a szögelés hibátlan technikájáig az előbb szerencsésen elvezette őt. Visszapergette magában fejtő buzgalmának egyes stációit. És ami mindig inkább általános lelkiállapotából eredő gyanút, miszerint a végső eredmény nem észszerű beavatkozásainak volt köszönhető, ekkor már semmi nem oszlathatta el. Mert amikor az előretapogatózás rájellemző hevesen intellektuális fegyverzetét, vagy saját szavaival egy elszánt bajvívó hadműveleteinek látszólagos irányító erejét a folyamatban lefejtette a cselekvő helyesbítések láncolatáról, korántsem a kísérletező kalapácsütésekig jutott közvetlenül, hanem egy olyan, teljességgel befolyásolhatatlan, ugyanakkor a pillanatról pillanatra változó szükségszerűségeken örök kötéssel csüngő vezérleti, ami az ő szellemi igyekezetét elviselte ugyan, de nem vett róla tudomást. A látszat szerint, foglalta össze, az ügy hordereihez képest, amúgy jelentéktelennek tűnő feladványon,
az értelmes következtetések, a rugalmas kombinációkészség kitartó rohama győzedelmeskedett. És semmi nem mutatott arra, hogy a keresett módszer találó változatát nem az ő pazar logikája, hanem a megfejtés felé haladó újabb és újabb kutató mozdulat kényszerítette ki. Semmi indult el ekkor végig a házon, hogy megvizsgálja, kell-e még egy lazább deszkát valahol megerősíteni. A látszat szerint erre semmi nem utalt. Hisz a vezénylő gépezetnek, a valósághoz kapcsolt szervünknek ez az olajozott rendszere, kilépett a konyhában most, beékelődvén a tevékeny ész és a végrehajtó kéz közé úgy el volt rejtve ott, ahogy a káprázat meg a káprázó szem közé van elrejtve, a látvány káprázat voltáról szóló tiszta felismerés. Hát nem, folytatta körútját a szalon felé, nem, hogy mi tartanánk, minket tart kezében az, ami színleges uralmunkat még csak kétségbe se vonja. Legalábbis még nagyobbra vágyó főnk az ő szerény megbizatásának, a ma észlelésnek és minősítésnek kielégítő módon megfelel. A többi ugyanis, nyomta le ekkor a szalon kilincsét. A többi, mosolyodott el, már nem rá tartozik. És mint aki súlyos vakság után a valóságos viszonyok birodalmába hirtelen belenéz, a látványtól, a nyitott ajtóban szinte ott felejtkezve, lehunyt szemmel megtorpant a küszöbön. Nyugtalan, szüntelen változásra kész dolgok milliárdjait lát. Ahogy kezdet s vég nélkül zajlik köztük egy szigorú párbeszéd. Külön-külön ezt a milliárdot. Milliárd viszonyt és milliárd történést. Milliárdot, de folyton egyetlen egyben. S ennek egyetlen viszonyban az összes többit is. A küzdelmes összeköttetést a között, ami mert van ellenáll, ami azzal, hogy ő maga lehet, ennek az ellenállásnak a legyőzésére tör. És látta önmagát ebben a telített eleven tágasságban, imént önmagát a folyosó utolsó ablaka előtt. És csak most értette meg, miféle erőnek engedett, és hogy amibe belesímul, az micsoda is. Mert fölfogta ekkor, mi hajtja mindezt? Hogy a kényszer a létezés lendülete. Hogy a lendület szüli a késztetést, az pedig részvételt teremt. Támadó részvételt a megszabott viszonylatunkban. Ahonnan lényünk, a kedvezőt, reflexeinek kutatós, elrendelt sorozatával igyekszik kiválasztani. Hogy aztán a teljesedés, már attól függjön, vajon eféle kívánt viszonylat tényleg létezik-e. Meg persze, villant meg benne, a türelemtől függjön. A küzdelem finom véletlenjeitől. Hiszen a sikeres közlekedésnek, a személytelen itt létnek, vette tudomásul, lám határozottan próba szerencse jellege van. Nézte ezt a végtelen, éles, tiszta tájat. És az mindenek fölött kizárólagos valódiságával döbbentette meg. Megdöbbentette, mert oly nehéz volt látni, hogy nyugtalanságának, e mérhetetlen bőségén túl a valóságos világ, legalább számunkra, véget is ér. Véget ér, noha sehol sincs vége, amiként középpontja sem. És mi csak vagyunk e lüktető tér milliárdja közt, és kormányzó reflexeinkkel közreműködünk. De csak ugyan, ha belenézett, mindez egyetlen pillanatnál nem tartott tovább. És a szemrendben is csillámló kép, miért összeállt, már szétesett. Szétesett talán egy szikra jelére, mely a kályhában épp a kialvó tűzre figyelmeztetett. Elpattant és szertefoszlott.
mintha nem érdemelte volna meg. Kihunyt egyetlen villanásban, de mintha csak azért, hogy egyszerűen éles fénnyel bevilágítsa azt, ami döntő ítéletéhez elvezette hazatérő gondolatmenetét. Odalépett a kályához, és megvizsgálta a parazsot. Majd fölélesztette, ahogy bírta, és három hasábot rádobott. Aztán az ablakhoz indult. De az utat ezúttal hiába tette meg. Mert hasztalan nézte, a deszkák és szögek helyett mindegyre önmagát látta csak. Önmagát a délutáni séta végén, ahogy egy kidőlt nyárfelhőt vesztegel. Önmagát, mikor ott úgy ítélte, amit az utcákon, a bokáig érő szemétben tapasztal, az nem méltó többé, a tekintetbe vétel puszta minimumára sem. A város állapotában beállt fordulat az ő észre és jó ízlésre alapozott lényétől nyilvánvalóan eltekint. Akkor viszont döntött azonnal, az egyetlen helyes válasz, hogy ő tekint tőle el. Kivonul ebből a törvényeit eleresztő világból. Ebből a halálos zűrzavarból átköltözik a túlsó partra. Hisz mindez az zúzná, morzsolná széllyel, ami benne egy alantas, pusztító erővel mindig is szembeszegít. Az értelmét őrölné fel. A szabad és világos gondolatot, hogy megfossza őt az utolsó menedéktől, ahol szabad és világos maradhatott. Mint a tonnás tehertől szabadulna lassan, hazafelé tartó útján egyre könnyebbnek érezte magát. És nem bánta egyáltalán, midőn megértette, az, aki ő volt, merülni kezd, menthetetlenül. Ám hogy elmerüljön végleg, és ne térjen vissza többé, meg kellett tegye az utolsó mozdulatot. Le kellett volna a következtetést, és ő meg is tette azt. Meghozta a döntést, hogy aztán már csak ez maradjon hátra, azon a másik parton a békés megérkezés. A döntést, hogy győztesként élhess át, mi valójában keserű vereség. Hiszen meghúzódni egy belső védettségben, mert a kintlét a romlás gyötrelmes helyszíne csak. Szakítani a beavatkozás viszkető kényszerével, mert a cselekvés nemes értelmét az értelem alapos hiányán nézti fel. Elhatárolódni, mert az ép elme egyetlen válasza erre a tiltakozás, most meghúzódni, szakítani, meg elhatárolódni tűnődött. És ugyanakkor a szemrevételezésről, az örökös bámészkodásról, ebben az értelmét vesztettségben nem mondani le, mindez nem volt egyéb, mint gyávaság. Félreértés helyett meghunyászkodás. Megfutamodás attól, hogy bevallja. A szájalt is ellene, ezt a törvényeit eleresztő világot, ő bizony soha, egyetlen pillanatra sem eresztette el. Szájalt és nem szűnt meg számon kérni tőle, hogy akkor hát miért is nem észszerű. Mint a légy, ott döngött körülötte, elhesegethetetlenül. Nem akart azonban ott dőlni többé. Mert ekkor érteni vélte már, hogy mikor szívósan kutatta és elemezte a dolgok természetét, nem a világot láncolta tűnő értelméhez, hanem a világhoz önmagát. Mellé fogott, állapította meg pár lépésre akkor a háztól, mikor úgy ítélte, a helyzet lényege a folytonos rosszabbodás. Elhibázta, hisz ennyi erővel akár azt is mondhatta volna, hogy folyton van, vagy marad benne valami jó. Nem volt azonban benne semmiféle, és a séta meggyőzte róla, hogy nem is lehetett. De nem azért, mert elvesztette, hanem mert a tájna, ez a végső változata, mindig is hiány volt bármi értelemben. Nem arra szerveződött. És nem szerveződött semmi másra. Lassított akkor a bejárat előtt. Nem esett széllyel,
és nem romlott el, hiszen maga módján örökké tökéletes. Tökéletes minden szervező értelem nélkül. Mint aminek rendje nincs, csak káosza. Melyre így az ész nehéz tüzérségével naphosszat lőni. Sóvárgon perelni, ami nem volt és nem lesz. A megroppanásig nézni, nézni, és ebbe a nézésbe beleveszni, nem csak fárasztó, hanem fölösleges. Visszavonom a gondolkodást, mert hát akkor még egy utolsó pillantást a külvilágra. A magam részéről, mint halálos boldogságot, az összes szabad és világos gondolatot visszavonom. Megtagadom az ész további használatát. És ettől a pillanattól fogva csak az erről való lemondás kifejezhetetlen örömére szorítkozom. Csak erre ismételtem el. Lenni ágálás nélkül hibátlanul. Aztán lenyomta a kilincset, belépett, és magára zárta a kaput.